És akkor ott a bogliás volt. Tessék? Mi az a neve, bocsánat? Szemesi. Ja, bocsánat. Azt az és én az összefogás felmérdezem. Igen, és korábban Monok polgármestere. Jóban ismernek. Korak. Jó, azért még egyszer a nevet, és a titulust tudjam meg így is. Szepesi Zsolt, az összefogás párt elnöke, és korábban pedig Monok település polgármestere. Jó, tehát most ugye itt egy népszavazási kezdeményezéssel jött, tehát pontosan miért és mit tartalmaz ez a kezdeményezés? Az összefogási és a népszavazási kezdeményezésünk arra vonatkozik, hogy ebben az országban ne lehessen többet embereket utcára tenni tartozásért. Ugyanis nagyon primitív, embertelen dolognak tartjuk azt, hogy embereket csak azért, mert pénzzel tartoznak, azáltal a lakásukból ki lehet őket rángatni, utcára lehet dobni, és utána a további sorsuk nem érdekli azokat az embereket, akik oda tették őket. A társadalomnak ezek az emberek nagyon sok terhet fognak jelenteni, értelmetlenül. Tehát, hogy ezeket az embereket továbbra is az otthonukba tudjuk tartani, akkor lehetőség van arra, hogy később munkával, odafigyelésre ezek az embereket talpra lehessen állítani, és újra a társadalom tagjaivá lehessen őket visszavezetni, és ne legyen rajtuk az a bélyeg, hogy őket kidobták a házukból, és ne legyen az a bélyeg rajtuk, hogy emiatt ők nehezebben tudnak munkát találni. Nézzük meg, a legtöbb hajléktalan abból adódik, hogy az emberek elvesztik az otthonukat, utcára kerülnek, olyan életkörülmények közé, hogy onnantól kezdve normális munkahelyen nem fogják tudni megállni a lábukat. Mert nincs hova hazamenni, nincs az otthon melege, gyakorlatilag az emberek lábbalól ezáltal a talaj fog csúszni, és az összefogáspárt és az összefogáspárt barátai és szövetségesei ez ellen tiltakoznak. Mik voltak a konkrét kérdések? A konkrét kérdések az egyik az, hogy egyetértelően azzal, hogy önhibáján adósságba keveredett embereket ne lehessen saját lakóingatlanukból kidobni, utcára tenni, és a parlament erre hozzon megfelelő döntést. A többi kérdést pedig én azt javaslom, hogy a Póka László, aki a pártnak szövetségese, és a Nem adom a házam mozgalom vezetője, azt pedig ő ismertesse, mert azok a kérdések a levizásokat, a kivitelseket jobban érintik. Köszönöm. Még vegyünk körül, akkor a másik oldal. Ezt meg kell tudok elvenni. Még egy kicsit. Jézusnak elfekvőket az élelem keresőre. Családot munka nélkül, és értelmét a webkülhetőt. Igen, egy kicsit külök jelen van. Ja, én. Igen. Elnézést. Jó, akkor jól értem, hogy a civil összefogáspárt és a Nem adom a házam közös kezdeményezése. Jó, és akkor mit tartalmaz ez a kezdeményezés? Mik a pontos kérdések, amit szeretném? Igen, az első kérdés, már Szepesi Zsolt elmondta, ugye, hogy ne lehessen önhibáján kívül tartozás miatt valakit utcára tenni. A következő kérdések pedig leginkább hiteltartozásokkal kapcsolatosak. Ugye arról szólnak, hogy minden végrehajtást fel kell függeszteni mindaddig, ami ki nem derül a forint és devizahitelesek hitelek jogszerűsége. A másik kérdés az pedig az, hogy pénzintézeti tartozás ne lehessen végrehajtani bírósági eljárás nélkül, mint ami ugye jelenleg folyik, hogy egy közjegyzői okirat alapján valakinek elviszik a házát, a jövedelmét és az egész életét. Van egy kérdés arról, hogy mindaddig, amíg a deviza és forinthitelekkel okozott károkat a károkozók meg nem fizetik, addig a végrehajtások felfüggesztésre kerüljenek. Ugye mindegyik úgy került fel, vagy úgy lesz megfogalmazva, vagy megfogalmazva, hogy egyetérte ön ezzel. És van egy olyan, hogy amikor a pénzintézet az adósnak neki megy bírósági vagy egyéb eljárásban, akkor az adósok ingyenes jogvédelmet kapjanak, hiszen ezek a kiszolgáltatott emberek már többnyire azért kerültek ebben a helyzetben, mert nincs jövedelmük, nem tudnának megfizetni egy ügyvédet, és nagy részük nem is érti, hogy mi történik velük, tehát maguk nem tudnának eljárni a bíróságon. Mi lesz akkor, hogy a népszavazási kezdeményezést nem fogadják el? Akkor önök mit lesznek?
Hát nyilván ugye kérdés, hogy miért nem fogadják el, tehát ki lesz ellene, hogyha ezért a pénzhatalom nyomására nem fogadják el, akkor le kell vonnunk a következtetéseket, hogy ki irányítja ezt az országot. Ha jogi vagy formai hibája van, akkor természetesen ezt ki fogjuk javítani. És egyéb akciót terveznek? Mire gondol? Kérdezem. Demonstrációk folynak továbbra is, az emberek tájékoztatása a fő cél, hiszen azt vettük észre, hogy egyelőre az emberek nem tudják, hogy van jogorvoslati lehetőség, van lehetőségük arra, hogy ellenálljanak a kiposztásuknak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Menjünk el, csináljuk egy videót.